Komáromban tartották az idei Szakmasztár Fesztivál utolsó felvidéki elődöntőjét. A magyar szakközépiskolák diákjai számára rendezett versenyen az érsekújvári, dunaszerdahelyi, kassai és komáromi fordulókon összesen 120 diák vett részt 9 iskolából. A versenyző fiatalok között sok a visszatérő. Vonzó számukra, hogy új barátokat szerezhetnek itt, és sok új ismerettel is gazdagodhatnak. Már második éve jelentkeztem erre a versenyre, azért jöttem, hogy sok tapasztalatot gyűjthetek. Vendéglátószakon tanulok, pincérszakácsként, jobban a pincér érdekel, és hát szeretnék ebbe a szakmába is maradni, és még bővíteni a tudásomat. A diákok véleményét osztják a felkészítő tanáraik is, akik igyekeznek minél jobban felkészíteni őket a rangos megmérettetésre. Fontosnak tartom, hogy ide eljöjjünk minden évben, mert új és új tapasztalatokat szereznek a diákok a szakmán belül természetesen, és azáltal, hogy a versenyre felkészülünk, rengeteget készülnek a diákok otthon, illetve az iskolában is velünk, és azáltal is nagyon-nagyon sokat fejlődnek és tapasztalnak. A magyar kormány nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával megvalósuló versenynek egyik célja, hogy minél többen maradjanak tanult szakmájuknál, minél felkészültebbek legyenek, helyt álljanak a munkaerőpiacon. A Szakmasztár Fesztivál 3 fordulóból áll. A felvidéki versenyek az elődöntők. Itt az elméleti tudásról tesznek tanúbizonságot. A magyarországi középdöntőkben már gyakorlati feladatokat oldanak. Évente 8-10 felvidéki diák jut tovább az elődöntőkből. A felvidéki elődöntők szervezője a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége. A szakmai szervezet fontosnak tartja a versenyt, hiszen a jól felkészült szakemberekből hiány van. Társadalom számára pedig nagyon fontos, mivel eléggé az utóbbi időkben háttérbe kerültek a szakmák, és ezzel megcsillogtathatjuk azt, hogy igenis a szakmának is vannak mesterei, akik már fiatalkorban is nagyon magas szinten űzik ezt. A felvidéki iskolák 2017-ben csatlakoztak először a versenybe. Megtanulják a szakmát, és amikor kijutnak a magyarországi gyakorlati részre, versenyrészre, akkor itt nagy tapasztalatot tudnak szerezni azzal, hogy magyarországi diákokkal versenyeznek egy csoportban, és így fel tudják mérni azt, hogy mennyire vannak ők elő, vagy esetleg a magyarországi diákok ügyesebbek. Tapasztalatból tudjuk, hogy nagyon nehéz egy jó szakembert találni ma, és ebből a szempontból nagyon jó ez a verseny, illetve ezek a szakmák, amikbe a tanulók versenyeznek, mert ha legalább a fele a szakmában marad, akkor már talán jobb lesz a helyzet a munkaerőpiacon. A verseny legjobbjai meghívást kapnak a magyarországi válogatóra. A verseny országos döntője 13. szakmasztár elnevezéssel 2020. áprilisában Budapesten a Hung Expo Vásárközpont F, G és D pavilonjában kerül sor.